Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matvar vagyok! És ez itt a Let's Play Törnés Totvúr következő része! A legnapot, hogy emlékeztek, sikeresen elfoglaltuk Edorast és Dunherot, valamint a rohani fősereget igazából elpusztítottunk egy csatában, amit végül elvesztettünk, és a mi seregünk is ráment. A rohaniaknak van még két települése. Egyrészt, mi az itt? Dunlostir, amit elfoglaltak tőlünk, ezt Saruman éppen körbeveszi és ostromolja, és hozzánk ki fogja éjeztetni. Valamint tartják Rochburgot, ahova valahogy került még egy full stackjük. Hogy ez hogy történt, azt nem tudom, mert ezt a sereget nem láttam. Edorász és a Hornburg nélkül nincs település, ahol ki tudnák képezni ezt a sereget, úgyhogy... Nem tudom. Őszintén nem tudom, hogy mi a büdös élet történt. Lehet, hogy tényleg nyílt ott a harmadik részben, vagy mikor egy Warp Storm, és ide került a Dorni hadsereg, az sok mindent megmagyarázna. De valahogy van egy full stack-ük, amit majd még el kell intéznünk. Na de! A legutóbb aztán éppen lefagytunk, és egy autószéptől folytatom lényegében. Szóval, ja, következő kör. Ja igen, és Bregnazban készítünk épp egy hadsereget Lundzágnak, hogy folytassa az Enedvéti klánok elfoglalását. Úgyhogy, ja, és van egy hadseregünk fönn a büdös életben a Lothlórieni expedíciónál, amiből elkezdtek dezertálni, mert nem támadom meg Lothlórient 400 emberrel. Úgyhogy következő kör. Oké, befutott egy mordori seg is Lothlórien, csak még mindig senki nem ostromolja a tartományt. Na, talán most a Mirkwoodiak. Nem, csak eltűntek. Remek. Ott áll három fúztak, és nem kezdik el ostromolni Lothlórien. Nekem kéne megkezdenem az ostromot a 400 emberemmel. Ugye 20-an lennének, akkor talán, de 400-zal. Oké, itt van a Haradi expedíció is. Szerintem oda se tudnék menni amúgy a településhez, mert körbeállják szó szerint. Nem adoptáljuk azokat. Jaj, dezertálnak. Két egységem elfutott. Hurrá! Hát akkor kénytelenek egy testőrséggel és egy számszerű jászal szembenézni Haldir teljes testőrségével. Tehát nagyon örülök. Na mindegy, Dervadban vannak útjaink. Jaj. És befut az erősítésünk Sarumához, a következő körben pedig Dunlostir kiéhezik. Utána pedig tovább fogunk menni Rockburg felé. Közben az ellenség ostromolja egy seregével Edraichant, amit Zelfektől foglaltunk el. Egy egységünk védi, szóval ha nem támad meg minket, akkor esélyünk sincs, szóval nem rohanunk ki, akármi történjék. Jó, vasudvarban pedig készül az új védelmi erő, hogyha az entek támadnának. És mi is épül? A katapult készítő. Katapulta majd nem ártanának, hogyha jönnek az entek. Szóval, azt hiszem ennyi volt erre a körre. Ja, igen, bevontam pár közeli tartományt, hogy képezzenek ott is csapatokat. Három orkbandát küldünk innen Bregnazba. Innen küldjük az egyik csatározót és a baltás gyilkosokat. Megküldünk egy orkbandát. És a Woodburgból kiküldünk két orkbandát. Jó, Gündben pedig nem képeztünk végül. Kárázban pedig nem tudunk. Jó, akkor... Azt hiszem következő kör. Kíváncsi vagyok, hogy ezeken milyen az a páncél amúgy, ami aranypáncél. Egyébként az alapjátékban, ugyebár hogyha fejleszted a páncélját egy egységnek, akkor látszik amúgy csatában, hogy azok fejleszve vannak. Tehát egy olyan egység, ami alapból mondjuk bőrpáncélokban van, hogyha fejleszted a csatában látszik, hogy kapnak lemezpáncélt. Vagy, na jó, nem lemezpáncélt, de mondjuk sodronyingeket. Oké, nem kapunk csapatokat pluszba védekezni. Van egy egységünk, amivel harcolnunk kell, hát lejátszunk, hogy veszteségeket okozzunk. Gyors lesz. Oké, itt is volnánk. Az ellenséges létre arra a falra fog menni ott, szóval odaállítjuk az ork baltásainkat. Sajnos ennek kisebb baltái vannak, mint zrug baltásoknak. Mivel itt állnak, aktiváljuk ezt a tornyot és ezt a tornyot itt, azt hiszem, sőt úgy látszik még ezt a tornyot is. Na ez zavaró mondjuk, hogy nincs a tornyok fölött zászló, a fölött a torony fölött, amelyik aktiválva van. Na mindegy. Kinyírunk néhány egységet a nyilainkkal, vagy néhány ellenséget. Aki ületem, ott okoztunk, vagy három főveszteséget eddig. Ott fekszik valaki. Az egy ork? Nem, az egy lovas. Oké, megöltünk egy lovast. És ott jönnek fel a falra az ellenségeink.
Oké, a tornyom közben az én embereimet lövi. Akkor csak kapunál van. Ez lehetséget egész évben bedaráljuk, úgy látom. Ezek nagyon fogynak. Ezek rohadtul fogynak. Oké, de ez nem érdekel jelenleg annyira. Gondolom, be fog azonlani a főtérre. Legalábbis megpróbál. Ja, a lovasokkal befut a főtérre, azzal nem tudok mit csinálni. Ez egységet viszont egész évben bedaráltuk a falon. Jó, hát innentől fogva igazából vesztettünk, meghalt a tábornokunk, de egy egységet majdnem elpusztítottunk. És én mindig lőjük őket. Jó, közben beállt a főtérre, de meghalunk, mielőtt elfoglalná. Hoppá, megfutamítottuk az egységet. Oké, bedarálni az egészet rá. Gyerünk. Csivész. Jó. És lerohanunk a falról. Támadás. Kátoló. Ó, elfoglaltuk a kaput, ami mindig a miénk volt. Jaj. Jelen elfoglaltak, amikor átmentek rajta. Na mindegy, ennyi volt. Megöltünk még egy lovast. Okoztunk majdnem 200 fő veszteséget egy 500 fős seregnek, szóval ez nem rossz. Oké, a településünket elfoglalják. Mi majd visszaszerezzük. Az ott jogos vasudvardi föld. Ősi birtok. Egy körig tartottam. Na, Dallosztét bevettünk Szarumánnal. Megszálljuk a várost, nincs értelme nem észárolni. Ez nagyon vicces volt valóban. Haha, nincs fészárlás és fosztogatás. Haha, no loot for me. Haha. Na mindegy. Haldir kitámad. Az egy egységével megtámadta a két egységemet. Mivel van 20 millió csillag automatulbe vesztenénk, de szerintem elbírunk fel a csatában. Oké, okay. Tehát visszarendeljük az egységeinket ebbe az erdőbe. Már gondolom Haldirnak elit íjászai vannak, mint az összes többi rohadt tündérnek testőrség helyett. Hány ember van? 69 és elit íjászok, jap, megrohamozzuk őket. Ti közben tüzeljetek. Oké, okay, lövünk a számszeréjeinkkal. Talán egy adag lövéset tudunk adni rájuk. Nem jött bejárnak a mi egységeink. Jól leadtuk lövéseket, roham. Megyünk és oldalba kapjuk őket a kapu alatt. Oké, okay, mirattam, hogy az orukjaimmal elbírnak. For some reason. De adunk rájuk, ami azt jelenti közvetlen közelről egy sorozatot. Ez egész szépen működött, lehet, hogy több értelme van lőni őket, mint támadni. Leadunk még egy sorozatot. Oké, ezek hullanak ettől. Jön, szerintem több értelme van, mint megrohanni őket. Amikor úgy 20 körül van a testőrségünk, akkor megrohanjuk őket még 20-ba. Hogy ne veszítsük el a közelharcot, mert ha elveszítjük és rárohannak a számszeríjászokra, akkor biztos meghalnak. De addig ijászkodjuk őket. Számszeríjászkodjuk őket. Ijászkodjuk őket a számszereinkkel. Matematikus távolsági fegyverek, számszerű ijászat. Na. Jó. Beállunk rekte mögéjük. Jaj, a fejlettséget nem észároltam. Hozzáállás kérdése. Meghalt a tábornokunknál, ez nem jó. Oké, adunk nekünk még egy sorozatot hátulról. Tudom, tizen vagyunk csak. Vagy 12-en, most már csak 10. De ezzel talán egy rakás emberüket ki tudjuk nyírni. Jó, és roham. Ne a számszeríjakkal rohamozzatok. Mi? Ja, ez a roham. Na, roham! Nem látott volna roham előtt előkészíteni ezeket a rohadt baltákat. Jó, hát úgy látom, hogy Haldir lemészárolja a hadseregünket. Amúgy ugye volt bár öt egységünk, tehát ennyit újraőből tudtunk volna támadni. De, ja, ez van. Nem, hogyha így folytatjuk, akkor veszteni fogunk, mert nem bírunk el közelharcba ezekkel a rohadt Darth Maulokkal, akik itt vannak a testőrségben. De egy rokás emberével végeztünk. Igen, ezt elvesztettük. Hát ez van. Ó, legalább megöltek még egy embert.
Addinál ugye élte a tábornokkal, meg utoljára szabály, sajnos Muzdungnál, vagy kivezette a támadást, nem. Shaktaknál. Nevét sosem fogom elfelejteni a következő 3 másodpercben. Ó, az egy emberem, aki élve maradt, el tudott menekülni. Jó sokat menekül. Egészen addig a tartományig, hogy már nem a miénk, úgy látom. Mi? A büdös élet folyik itt. Mi ez, Shattered Retreat? What the fuck, Maul úr? Maul úr kapitány a világ legjobb futója, úgy látszik. Jó, megértük a Vasudvard olimpiát. Maul úr kapitányt azt hiszem ezért vissza is rendeljük az Orthanzba, hogy már eleget látott. Viszont Saruman seregével belépünk az invázióba és földaráljuk magunkat Lothlórienig, mert úgyis tovább akarunk menni Thranduil királyságába. Meg akarjuk szerezni ezt a rohadt gyűrűt, bárkinél is legyen. Ja, ez itt egy ember, aki meglépett. Egy Orthanci toronyőr. Ja, és az egész reggel akar futni, mert nincs tábornokuk. Nope. Oké, úgy látszik, hogy mindenhol támadunk és vérre elkezdték Lothlórient ostromolni. Elengedték a fogjainkat, ő mind az ez egy ember mind a fogjuk volt. Jó, itt vagyunk 2 ork bandát Sarumannal. Csatlakozunk az invázióhoz. Túl késő csatlakozni az invázióhoz. Hát akkor mindegy. Viszont az egész reg el fog futni, hogyha így... Nem, így sem. Na jó, akkor fuss el, Maul úr kapitány, hogyha akarsz. Hogyha már eddig visszamenekültél. Viszont Sarumannal megyünk tovább és megtámadjuk Lothlórient. Vezünk egy katapultot. És majd később befektetünk a kovásra, utána pedig a fűrészmalomra. Ó, van egy sajnálom, hogy a fűrészmalomtól fognak jönni az entek. Hol költekezünk? Csak már rögtön akarom kezdeni építeni ezt a balisztát is. Ja igen, itt képződik a hadsereg, és itt mi épül? Varktenyésztő, ezt visszavonjuk. Van büdzsé balisztára? Mi az, hogy nincs? Ahoránk most ahelyett építünk valamit máshol. Itt látjuk a képzést, hát ez nem igaz. Imádom azt, hogy a játék itt elosztja a pénzedet. Jó, épüljön ott a kerítés, az lehet, hogy jó lesz, és majd megépítjük a rohadt balisztát, amikor tudjuk. Itt meg újra megrendeljük a varktenyésztőt. Na, közben összevonjuk a csapatainkat Bregnazba. És ami azt jelenti, meg is indítjuk őket. 2 orkbandát itt hagyunk helyőrségnek, a többiekkel megyünk és találkozunk Trak kapitánnyal. És én nem mondom, hogy beveszünk rögtön az Enedvéti fővárost, Alkfudot. Itt lehetjük a képzést. Most van büdzsé a balisztára. És veszünk egy egységre való törzsi lovast. Utána építjük ki a cuccainkat. Na. Jó, azt hiszem ennyit akartam csinálni ebben a körben, szóval... Mi itt a helyzet egyébként? Úgy látom... Keret Osgiliászt a mordoriak bevették. Wow! Nyugat Osgiliászt viszont úgy látom még tartják a gondoriak. Minas Morgul? Minas Morgul már nem áll ostrom alatt. Jó, kerüljünk át Kérándorosznál, nézzük meg, hogy mi van itt. Itt van egy rohadt nagy mordori hadsereg. És már ha jól látom, nem ezek nem urukok, ezek még csak szimpla harkok. De a mordoriak fegyverkeznek, mint rohadtért. Igen, fegyverkeznek, ezre a szó. Építünk ide egy őrtornyot, hogy azért lássunk. És következő kör. Oké, úgy látszik, hogy senki nem akar minket megtámadni. Legalább ilyen szinten biztonságban vagyunk. Nem jön az a surprise teleportáló rohani hadsereg. Remélem, hogy bemaradtak a falvukban és ki tudjuk őket éjesztetni, vagy legalább rá tudjuk venni őket, hogy kitámadjanak. Mert ha a falukból kitámadjuk, akkor már korlátozzuk, hogy mennyire tudnak manőverezni a lovasaikkal. Igen, benn vannak még mind Rockburgban. Hányan vagytok? Mik ezek? Ez a teljes lovasság. Ez úgy, hogy van egy lovas hadsereg.
Hát ezzel rohadtul fel tudta volna menteni egyébként a Helm Szurdokot, hogy a két irányból ott megtámad. Na igen, Maugur kapitány, vagy mi volt a neve, elfutott. Szegény. Traumatizálhatta az a csata. Na. Készül a három egységünk, még két egység befér ide. Legyen egy fél ork és egy baltásgyilkos egység. És közben építkezünk és készülünk rá, hogy jöjjenek azok rohadt entek. Lundzag, tovább észak felé. Reméljük, hogy elegen leszünk így, meg hogy elbírunk velük. Jó, Rochburgot ostrom alatt tartjuk, mert a következő körben szerintem kirohannak, mint rohadt élet. Igen, kirohannak, hohohoho. Vagy majd nem, akkor kiesztetjük őket és megúsztuk egy csata nélkül. Úgyhogy, ja. Te tábornokocskám, gyere ide és építs nekem itt egy őrtornyot. Meg ha már nem tudsz visszaérni egy kör alatt, akkor ott is. Remek, még egy rohani tartomány, ott is vannak. Ez még amúgy rendben van, de komolyan mondom, ez a sereg, hogy hogy kerültek ide. Tényleg kezdem azt hinni, a Dorniak ide kerültek. Ezért nem találjuk, ezért nincsnek sehol. Kérandroszban is jó nagy helyőrség van, és ott van az egyik Nazgul. Itt lehet, hogy jó nagy darálás lesz. Az a Nazgul úgy látom megütközött egy gondol is reggel. Tényleg, és nem rohantak ki abból a várból. Tehát akkor kivárjuk, hogy kiéhezzenek egyszerűen. Már úgysem köt minket az időkorlát az invázió miatt. A Gladimlor meghalt. Bevették Lothlórient? Aha. Bevették Lothlórient. Lórien szarban van. Oké. Jó, nem tudom, hogy ezek az üzenetek konkrétan mit jelentenek, de a lényeg az, hogy Lothlórien elesett. És hamarosan a Rochburg kulcsfontosságú települése is el fog esni. Na. Shardak. Itt azért vannak gondolis regek is, ja, két egységek. Minas Tirithet is alig védik. Maga Denethor ott van. Azok a jólaton éppen Nyugat-Osgiliaszt akarják ostromolni. Jó. Ugludd akkor, hogy visszaed Orászba. Ti pedig... Ó, oh, itt egy ennedvéti hadsereg, szembe jött velünk. Oké. Okay. Jó. Ó, kiállnak velünk csatába, ez érdekes. Van egy egységre való íjászuk. És néhány közelharci egységük. Ezeket szerintem elpusztítjuk a tömegünkkel. Oké, okay, éjszaka támadunk, amint láthatjátok. Enyhén, egy kicsit esik az eső, mert nekik vannak íjászai, nekem meg van egy egység, amiben van 45 ember, szóval az nem számít annyira. A csatározóinkra meg annyira nem számítok, hogy megnyerjék nekünk a csatát. Dat mondat. A vargokat a bal szélünkre jelzünk, mert az NSZ-nek nincs lovassága, szóval egyszerűen túl tudjuk manőverezni. Mindenki más hátrébb rendelünk. Az első sorba helyezzük a láncsásainkat, a második sorba helyezünk láncsásokat. A szárnyakon helyezzük el az uruk közelharci egységeinket, mert jelenleg ezek a legjobbak. Beljebb hozzuk a baltásgyilkosokat, mert azért ők is tudnak ütni, csak nem annyira, mint a szimpla urukok. És a csatározókat behozzuk a sereggel, és kivételesen tényleg csatározni fogunk velük, aminek a játékban nincs sok értelme egyébként. Na. Az ellenség ott van egy eléggé zárt alakzatban, ahogy mondtam, a számbeli fölényünkkel elsöpörjük őket. Kiküldjük a csatározókat csatározni. Úgy látom, hogy elkezdtek mozogni. Á, nem, csak alakzatot váltottak. Oké, akkor nem rohamozunk a vargokkal. A vargokkal, ami azt jelenti, elfutunk az ellenség mellett. Jelölünk itt mindenkit. Ó, elfelejtettem az ijászokat. Behozzuk őket az ellenség elé alakzatban. És szintén felhozzuk az ijászainkat, hogy tudjanak lőni minden 45-öt. Jó. Laza alakzatba helyezkedünk. Megyünk csatározni.
Oké, kezdjetek el már dobálózni az istenit. Ezt imádom. Olyan közel futnak, hogy elkezdenek visszafele futni. Jó, kikapcsolni az istenverti csatározó módot, jobban tudom micromanagelni a csatározást. Jó, vissza az ártalakzatba az istenit. Inkább halljatok meg, mint hogy ne csináljatok semmit. Na. Az első sajnos starter vonalai mögött egy lángyás egység, ez egy darab lángyás egységét. Na jó, nem kettő van. De ez erősebbik. Tehát nem tudom egyszerűen hátba támadni a vargokkal. Elkezditek őket dobálózni még ma. Na. Nagyipari dobálózás kezdődik. Jó nagy pajzsaik vannak, tehát sokra nem megyünk, de néhányat kinyírtunk közülük. Lőnek már az íjászok? Most már lőnek. Lőjetek tüzes íjakkal, hogy lássam, hogy hova lőttek, és nagy véletlenül elpusztítsatok egy baráti egységet. Jó. Na, az egység most kapja az áldást. A bal szárnyon támadásba lendülünk ezzel a két egységgel. A jobb szárnyon elkezdünk előre haladni a lángyásokkal. A törzsiekkel keresztül rohanunk az orcsatározóinkon. Orcsatározókkal megtámadjuk az ellenséget. Elkezdünk felfutni az rúkokkal mindkét oldalon. Jó, vargokról oldalba kapjuk azokat a kardosokat ott. Nincs láncsás közelben, aki megvédje őket, kivéve leghátul a tábornoki egységet. Jó, megtámadjuk a tábornoki egység körüli tömeget és az íjászokat. Itt megtámadjuk a lángyásokat. Oké, a tábornoki lángyás egység úgy látom ezek felé, az orkok felé fog rohamozni. Igen. Támadunk az rúg fosztogatóinkkal. Itt is. És megindítjuk az összes többi orkot is. Be a tömegbe. Nem kell túl sokat gondolkozunk a manővereinkkel, mert a vargokkal tudunk küldözni, tehát nem fontos, hogy bekerítsük az ellenséget olyan szempontból, hogy nem fog elmenekülni előlünk. Azt a részt már megnyertük a vargokkal, amikor berohantunk. Megindítjuk a tábornokot is, ami azt illeti. De a sűrűjébe. Kíváncsi vagyok, ki fog először megfutamodni. Ó, oh, ott menekülnek, ott is menekülnek, oké. Okay. Rá azokra ott. Ti át arra. Vargokkal kergessük a törvényen kívülieket. Oké, okay, mindenki... Nem. Nem, azokat még nem menekülnek. De menekülnek. Jó. Na hát arra nem számítottam, hogy ilyen gyorsan kezdenek menekülni, így lehet, hogy nem lesznek elegen a vargok. Lehet, hogy mégis be kellett volna őket kerítenem. Na, az egységet ott lemészároltuk. Hát az íjászokra. Ellenséges tábornokat elfogtuk. Ami nem számít, mert nem családtak, tehát nem kapunk érte plusz váltságdíjat. Jó, vargokkal átfutunk az ellenségen, keresztül rajtuk. Pont nem keresztül rajtuk, ahogy elnézem. Mi a büdös életet? Hogy nem futam le a vargokkal az ellenséges gyalog? Na azért. Jó, hát az egység ott meglép. Ezeket eléggé ledaráltuk, az ott meglépett, ezt vehetjük úgy. Az ellenséges tábornoki egységbe viszont úgy látom beledarált a gyalogságom, abból még maradtak, rájuk küldjük a vargokat. Rájuk küldünk mindenkit. Ezt a szituációt hívják úgy, hogy szívás. Jó. Vargok utolérték őket, eléjük kerülünk. És elkezdtek visszafelé menekülni az orkokhoz. Jó, újra eléjük kerülünk. Újra irányt váltottak rájuk. Jó. Meglépett körülbelül 100 emberre, ha jól láttam. Ami fura, mert... Ja, 88%. Ja, 100 ember meglépett. Jó, ezeket kivégezzük, mert nem akarom, hogy visszameneküljenek a fővároshoz, és a seregnek vége. Remek, kifosztottuk a táborukat. És Lunza kapott egy Uruk-hány bajnokot. Építünk ostrom felszerelést és várunk.
Saruman pedig ostromolja a Rockburgot és a mágikusan megjelenő rohani lovasseregeket. Most, hogy talán végre megsemmisítjük tényleg a rohanisereget, most már talán tényleg végre nem lesz mi miatt aggódnunk. Mert hogyha ez tényleg az utolsó sereg, és nem teleportál be még egy, akkor tudnánk, hogy jó lett a Stormlands-i sereg is. Akkor most már tényleg nincs képzőépületük. Tehát nem kell félnünk attól, hogy egy komoly hadsereget összeállítanak, csak könnyű lovasokkal és könnyű gyalogosokkal tudnak operálni azokból a falvakból. És ott is fel kéne venniük, be kéne sorozniuk az egész falut, hogy egy komoly hadsereget összehozzanak. Amit nem lehet csinálni, tudtam ebben sem. Alkfoodot ostromoljuk. Jó. Elkészült Gineárdban a fal. Újra nagyjátettük Gineárdot, építettünk egy falat. Hoppá, itt építünk még egy balisztát félalkok helyett. Azt hiszem jobban fog jönni az entek ellen. Van három balisztánk, így lesz négy, meg egy katapultunk. És reméljük, hogy meg tudjuk állítani az enteket. Az ott egy variág. Igen, azt mondjuk, hogy lovasnomádok. Jó, következő kör. Oké, okay, kirohannak a Rockburgból. Eomund király. Ó, már ő a király. Jó, ezeket be fogjuk darálni. Viszont én nem mondom vagyok, hogy már akkor ennyi fér bele. Úgyhogy ez volt én már a tabarna. Ez volt már a Let's Play Third és Total War. És találkozunk a legközelebb, amikor lemészároljuk a rohaniak remélhetőleg utolsó teleportálós regét. Addig is a viszontlátásra!